Szeretettel köszöntünk mindenkit egy új helyről, innen a Góranga House-ból, amelyik egy alternatív közösségi tér. Előadónk lehet, hogy van, akinek még új, de sokak szerintem már ismerik. Ő Bhakti Páprabhu, egy coach, Vaisnava lelkész, utazó tanító, számtalanféle titulust adhatunk neki, de egy biztos, hogy egy olyan személy, aki nagyon sok embernek hasznos tanácsokat és valódi tudást tud adni. És a témánk sem egy egyszerű dolog, ahány ember annyiféleképpen vélekedik róla, legalább 10 000 oldalt írtak már ebben a témában. Ugye a mai beszélgetésünk az evolúcióról, a törzsfejlődésről, vagy mondjuk inkább úgy a fajok eredetéről fog szólni. Kezdeném azzal, hogy miért fontos egyáltalán ez a téma, miért érdekli az embereket ez? Hát nem mindegy, hogy honnan jöttünk. Honnan jöttünk, hova megyünk? Úgy van. Nem, ugye, nem mindegy, mert hogyha mi nem vagyunk tisztában, kik vagyunk mi, és akkor nem fogunk tudni, mi az élet értelme, vagy mondhatjunk egyik oldal, hogyha egyszer élünk, akkor nincs is értelme az életnek. Mi az értelme? Megszülettünk, csináltunk valamit, vagy elértünk valamit, vagy nem elértünk semmit. Voltak élmények jók, rosszak, aztán meghaltunk, nincs értelme. És ezért ember, értelmes ember, ő keresi az értelmét, ő kutatja, és neki nehéz azzal élni, hogy egyszer élünk, és meg akar győződni, hogyha így van, akkor legyen nagyon egyértelmű bizonyíték minden oldalról, hogy igen, egyszer élünk, nincsen semmi értelme, és így tovább. Mert van egy félreértés, mert használják általában a Darwinnak az evolúciós elméletét, de még azzal se ki van hagyva egy pár dolog, még az Darwinnak a munkájából, és most már még az se már eredeti, ami valójában milyen céllal, és ki volt a Darwin, az is már nem annyira tiszta, és el van térve még az a... Bocsánat, be vagyunk csapva, ezt ki lehet jelenteni? Hát be vagyunk csapva, nem akarok így erősen mondani, inkább mondjuk így, hogy nem vagyunk tisztába az egésszel. És akkor inkább kell tisztázni. Uh-huh. Mert például Darwin, mert mostani azok a személyek, akik a evolúciós elméletet próbálnak követni, ami a Darwin az atya ennek a rendszernek, akkor ott arról szól, hogy ateizmus. Ki van zárva Isten. De Darwin nem, például ő nem utasította el Istent. Ő azt mondta, hogy próbálok összerakni egy ilyen elméletet, hogy hogyan Isten teremtette a világot. Szóval ott nem volt kihagyva Isten, hanem arra úgy volt az eleje, az Darwinnak, hogy most hogyan csinálta Isten? Egyszerre mindenkit teremtette, vagy megteremtette egy ilyen rendszer, hogy primitívből lett valami bonyolultabb, és akkor abból a bonyolultból mentek a még bonyolultabb fajok, és végül a vízből kiszállt a földre, és akkor ebből lett majd az ember. De még mindig ő, mint egy induló pontot, Istennek. Mostani variációk ennek az elméletnek, hogy az anyag függetlenül Istentől teremtődött, véletlenül egy robbanástól és így tovább, önállóan semmiből. Szóval már, hogyha mi nézünk egy kicsit a Darwin, mint egy atya az evolúciónak, akkor már most nem pontosan ezt követnek. Uh-huh.
Szóval itt, és akkor jobb tisztázni, mert hogyha ember tudja az igazságot, hogyan is volt eredetileg az egész, akkor ő képes lesz, akkor meg, abból kifolyódik, akkor mire van szükségem arra, hogy legyen boldog ember, hogy legyen elégedett, és mi a perspektíva, mert akkor már rögtön... Gyere, parancsolj, örülök, hogy eljöttél. Attól már indul a többi pont, hogy akkor milyen perspektívák vannak nekem. Mert hogyha anyag az egész, és nincsen lélek, nincsen Isten, akkor ez egy perspektíva. De hogyha van, akkor ez egy más perspektívát ad. És ez azt jelenti, hogy megint, hogyha mi nézünk a véletlenszerűséget, nincs Isten, nincs lélek, csak anyag, evolúció, akkor ott, akkor minek morális és erkölcsi elv? Akkor annak nincs helye. Hogyha mégis van egy teremtő, és van egy élet, vagy lélek minden előtt, akkor ott már van helye a morális erkölcsi elveket. Hogyha materializmus megint van, akkor ott relativitásnak van helye. Az jó. Neked ez jó, nekem az jó. És az jó. Mindenki, amit szeret, az jó. De hogyha van megint egy teremtő, akkor ott már relatív jó-rossznak nincs helye, mert akkor itt kell, hogy legyen egy indulópont, a mérőpont, amihez kell mérni jót és a rosszat. Mert hogyha én relatíven csinálok, és én szerintem jó, de a mérőponthoz nem jó, akkor nekem lesz egy következményem, rossz következményem. Szóval messze nem mindegy, hogy mi mit követjünk. Követjünk mi egy elméletet, amelyik mondja, hogy véletlenül minden létrejött, és nincsen semminek nagy értelme, vagy követjünk egy tudatos, tervezett, mérnökségi elméletet, amelyiknek van valami célja, mert hogyha már Istenről beszéljünk, akkor már van egy célja az univerzumnak, az életünknek. Hogyha véletlenségnek, akkor ha véletlen, az azt jelenti, véletlen, akkor nincs célja. Akkor életnek nincs célja. Szóval nem mindegy, nem hogy miben hiszek, itt nem erről beszélek, hogy ha én hiszek így, akkor így fogok cselekedni, én hiszek így, így cselekszek, hanem nem, mi a valóság. Mert hogyha én valóság, hogy ez a valóság, akkor annak ez az élet lesz. De hogyha az a valóság, akkor más kell, hogy legyen az életünk építve. És ezt kell tisztázni, hogy mi a valóság. Hogyha akarunk boldogan élni az életet. Ehhez a kapcsolatban lenne rögtön egy kérdés. Ugye ezt a fajta valóságot, még hogyha egy is van, de ahány ember annyiféleképpen értékeli, és ugye pont azok, akik úgymond a tudománynak az álláspontján állnak, ők is azt mondják, hogy igen, van evolúció, alakulnak a fajok, és most nézzük csak azt, hogy mondjuk az emberi történelemben, hogy mondjuk 10 000 éve milyen barbár módon éltek az emberek, egyfolytában csatáztak, ölték egymást, nem tudtak, nem tudom én, 200-nál többen egy helyen élni, mert akkor már automatikusan kitűrt valami zűrzavar. Most pedig az emberek milyen kedvesek, civilizáltak, technológiailag fejlettek. Ma már akár 4, 5, 6, sőt 20 milliós városok is vannak, és békességben képesek ezek az emberek megélni. Igazából ők azt mondják, hogy természetes módon egyre szervezettebb társadalmak jönnek létre, és az élőnyek is egyre fejlettebbek, egyre tudatosabbak, és mivel, hogy ilyen szép irányba fejlődnek maguktól, egyre boldogabbak, mert egyre kevesebb kellemetlenséget okoznak egymásnak. Hát nem így van. Hát én nem tudom, én nem tapasztaltam, hogy egyre boldogabb. A reklámokon lehet, a plakátokon lehet, egyre jobban meg van szerkesztve plakát, mert
technikailag profibb az emberek, az lehet, de a valóságból nem azt tapasztalom, hogy egyre boldogabb, egyre egészségesebb, nem, egyre egy több probléma van az embereknek. De hát mi a várható élettartam? Igen, de egy nő mondjuk a pszichológus és a pszichiáter igény is. Ez az egyik. Ez csak egy bevezetés a válaszra. A másik az, hogy most is vannak primitív emberek, nem csak voltak, most is vannak emberevő emberek, vannak törzsek. Az, hogy voltak primitívebb emberek, most civilizáltabb, nem. Mind a kettő igaz. Most is vannak primitívek és civilizáltak. Ez bizonyítja, hogy egyszerre kettő tud létezni. Mert vannak történelmi könyvek, ami mutatja legalább, fogjunk 5000 évvel, de több millió évre ezelőttre is, hogy voltak civilizációk, ami lehet a civilizáltabb, mint most, mert sokkal erkölcsösebb életet éltek az emberek. És voltak akkor is ősemberek. Inkább arról beszél a védikus rendszer, hát először védikus rendszer mondja, ez a tudomány, hogy nem egy sejtből bonyolultabb és bonyolultabb lett a sejt megosztása, és utána még bonyolultabb, és akkor lett az ember, hanem teremtés rögtön történt úgy, hogy volt több fajta. És 8.400.000 életfaj van, vagy életforma, belőle 400.000 emberfaj. És úgynevezett primitív, vagy vadember, ez egy faj. És úgynevezett civilizált ember, ez egy faj. Mert 400.000 faj ember van, és egyik se evolucionálódik a másikba. Mert ott van Afrikában, nézzünk, ott lehet, hogy pár ezer kilométerről, pár száz kilométer van egy civilizált város, és valahol ott a dzsungelben van olyan faj, ami sose változik. Hát, hogyha erőszakkal oda nem mennek, és rájuk raknak a pólót, minden, de maguktól, ők nem evolucionálódnak, mert ők már több ezer, több millió éves törzsbe élnek. És nincsen evolúciók. Szóval ez nem működik így. Persze van többféle próbálkozás bizonyítani, hogy emberből, vagy a primitívből lesz bonyolultabb. De azért nem, hogy mondjuk úgy majd te kérdezem, majd inkább válaszolok, én nem megyek tovább, csak így válaszolok. Szóval akkor így itt ebből, erre az a válasz, hogy egyszerre több faj van, és van 400.000 emberfaj, és akkor egyszerre tudnak létezni többféle emberfaj. Nagyon jó, ez így jó, de több kérdés is ezáltal felvetődött. Egyik ugye az, hogy amit a könyvek mondanak, az egy állítás. De hogyha van egy tudományos szemléletű ember, ahhoz, hogy ezt az állítást elfogadja, ahhoz kell egy bizonyíték. Mi a bizonyíték arra, hogy azokban az időkben, amikor mondjuk majomszerű emberek, vagy emberszerű majmok, szóval előemberek éltek, hogy akkor léteztek volna fejlett civilizációk. Miért nem látunk a múzeumokban azokból az időkből származó USB csatlakozós eszközöket, csak kőbaltákat? Miért nem látunk azokból az időkből származó csodálatos épület maradványokat, csak barlangokat? Hol vannak a bizonyítékok? Na, hát épületek az lehet látni. Most találnak nagyon csomó épületet, csomó várost, ami mai napig nem ismernek, hogy hogyan épülnek. Ugye vannak olyan városok, ami be volt csatornázva, 5000 éves városok, 2000-3000 éves városok, épületek, ami mai napig nem értenek, hogy volt felépítve. Egyértelmű, hogy nem a kalapácsokkal építették. Szóval, tehát csak az egyiptomi piramisokról, hogyha mi megnézünk, mai napig nem értenek, hogy ez hogy volt.
Hát mostani darókkal nem lehet felépíteni ilyen piramisokat, ilyen több tonnás kőtömbökkel, ami úgy meg volt faragva, ki volt faragva, hogy penge nem fér rések között. Szóval mennyire precíz volt és pontos mikronokba építve. És azért nem látjunk eszközöket, mert nem volt rá szükségük, hanem úgy működött az egész. Mostani korszakot úgy hívják, hogy Yantra Yuga. Most minden gépekkel építjünk. De előző korszakok, mivel finomabb, kifinomultabb a tudat volt, érettebb volt a tudat, mivel erkölcsösebb, tisztább életű emberek voltak, ezért úgy hívták a korszakot, hogy mantra jóga. És mantrák segítségével építették. A mantra, ez egy hangvibráció, ami által lehetett felépíteni egy épületet. Felemelni több tonnás köveket és rakni a tetejére. Több száz tonnás dolgokat. És erre van bizonyíték, ott van csomó ilyen épület, amit mai napig vizsgálnak, és meg látják, hogy mennyire tökéletesen van minden megcsinálva, hogy mostani építész tudomány nem annyira fejled, ahol csak maradványokból, amit látnak, amik vannak. Vannak óceánból városok, amit találnak, vannak, ami a szárazföldön találnak városok, szóval csomó bizonyíték van. Mind a kettőre, hát találnak a ősi emberekről maradványokat, és találnak ezeket a civilizált városoknak a maradványokat. Jó, meggyőző. A másik pont ugye, ami megfogta a figyelmemet, hogy ugye ezek az elszigetelt törzsek, amik nem változtak. Ugye velük kapcsolatban az emberi evolúciónak a hívei azt szokták mondani, hogy többek között azért nem változnak, mert nem éri őket környezeti hatás, ami miatt elkezdenek változni. Ugye erre egy ellenpélda, mondjuk egy híres ország, Japán, ami több száz évig bezártságban élt, és ugyanúgy öltözködtek, ugyanolyan kardjuk volt, ugyanúgy építkeztek, de amint ez a bezártság megszűnt, és nem voltak elszigetelve a külvilágtól, hát látjuk, hogy most hova jutottak, csúcs technológia, lebegő, mágnesvasút, felhőkarcoló. Csak kell egy hatás, ami közökenti ezeket az elzárt, elszigetelt népeket, és beindul a változás. Hát ez nem így van? Nem. Nem így van, hogyha mi erre meg egy kicsit másabb példát használják. Például ott volt az elefánt, és mikor jöttek az idők, ilyen jégkorszak jött, akkor az elefánt mamuttá változott. Mert akkor kinőtt a szőre, akkor el lehet mondani ugyanúgy, a környezet hatása alá van bizonyíték a, mondjuk az állatok, a kutyáknak télre hosszabb szőre, bőszőre van, nyára nyári szőre van, ugye? Igen, ez is így legyen. Igen, de kutyából sose lesz más állat. Vannak valamilyen keretek, ami keret belül vannak valamilyen adaptálások az állatoknál, de nem lesz más faj. És ember, ami most próbál kutatások által deduktív módszerrel létrehoz újabb-újabb gépeket, ez csak mutatja, hogy ember nem rendelkezik tudással. Egy primitív az ember. Mert tudás már létezik. És mi most büszkék vagyunk, hogy nekünk milyen smartphone-ok vannak. De ez a táv kapcsolatok, az működtek. És nem kell gép. Ez csak azért, mert most ember primitív, és ő kutatja, hogy hogyan működnek a törvények, hogy tudjunk manipulálni a törvényeket, és törvény tapasztalás által mi létrehozunk gépeket, ami mondjuk távkapcsolatot nekünk biztosít. Smartphone-ok, ugye videóhívások. Régen ez működött, nem kellett gép. Emberek képesek voltak távra kommunikálni egymással, sőt, nem csak, hogy szóval beszélni tudták, látni tudták, mi mit gondol. Hangosabban kiabáltak?
nem kell hangosan kiabálni, hanem ez a tudatnak, mert most a probléma az, hogy ez az evolúció rendszer az fogja primitíven csak egy durva anyagot, anyaggal dolgozik. Van egy az a durva anyag, és ez működik, és kész. Viszont védikus írások magyaráznak, hogy van három, a létezésnek van három szférája. Az első, ez a durva fizikai anyag, a másik, ez a finom fizikai anyag, és a harmadik, ez a lelki energia, lelki tudat, magasabb rendű tudat, ami tudással rendelkezik. És ezért, mivel ez ki van hagyva, csak anyaggal van kapcsolat, akkor már ott van az alapvető hiba, és sose így, sose lesz megértés a világról, az ember működéséről. Erre van sok bizonyíték, hogy ez nem, így nem működik. Hát csak annyi, hogy például van sok rögzített történet, például volt egy hölgy, aki klinikai halál szenvedett. És ez azt jelenti, hogy meghalt, teljesen megállt a funkció, életfunkciója. Jöttek az orvosok, akkor próbáltak visszaéleszteni, sikerült, és mikor ő visszakerült a testbe, akkor elkezdte mesélni, hogy ő, hogy mikor jöttek az orvosok, ő minden látott. Nem volt test belül, testen kívül, és olyan részleteket mesélt, mondta kit, hogy hívják, mondta kinek milyen anyai jegy, ahol van, sok mindent elmesélte, úgy, hogy kiderült, amikor ő felébredt a klinikai haláltól, hogy ő vak. Uh-huh. És olyan részleteket beszélt, hogy látott. És ha csak nézzük meg, a vak ember tud álmodni, és az álomba tud látni dolgokat. Miért? Mert finom fizikai test, ami az elme, az függetlenül tud működni a durva fizikai testtől. Van sok kutatás erről a szféráról, ami például mai napig le van titkosítva. A titkos szolgálatoknál, Angliában, mindenhol, oroszoknál, mindenhol van titkosítva kísérletek, amit erről szól, hogy van finom, és a finom kontrollálja a durvát. Akkor erre tudnak mondani, de ne várja, várja, nem igaz, mert hogyha megsérül az agy, akkor lehet, hogy nem fogsz már járni, vagy megsérül az agy, akkor elveszítesz az emlékezetet, vagy megsérül az agy, akkor megvakulsz, megsérül az agy, akkor megsüketülsz, olyan is van, ugye, és ez egy bizonyíték, és tudnak ezt használni, de várja, nem igaz, amit mondtál, lehet nekem mondani, mert itt van a példa, agy megsérült, és akkor kész. Igen, de nézzük meg, mi az az agy. Hogyha mi használjunk számítógépet, és a számítógépnek van mondjuk a képernyő, és hogyha vagy a telefon, smartphone, és elromlik a képernyő, és már nem tudok látni rajta, vagy elromlik valami, és nem kapok ez a jelet, térerőt, vagy nem működik a wifi, az még nem jelenti az, hogy mondjuk a videót néztem, és sem romlott a telefonom. Az nem jelenti, hogy nincs már videó. A videó az megy finom szinten tovább. De a telefon, a smartphone, ez egy ilyen eszköz, retranszlátor, nem tudom magyarul, hogy mondják. Visszafordító? Retranszlátor, ami kóduló, uh-huh. ami a finom rádió hullámokat, ami a wifi-n jön, kódulja úgy, hogy a durva fizikai szinten ezzel a szemmel, ezzel a füllel tudjunk látni, mert mi nem látjunk internet hullámokat. Mi nem tudjunk leolvasni. Szóval ugyanúgy az élőlények rendelkeznek ezzel a finom fizikai testtel, be lehet csukni nyugodtan, finom fizikai testtel rendelkeznek, de mikor ebben a testben vagyunk, mi úgy tudjunk csak kommunikálni, hogy legyen nekünk dekódolva finom dolgok. És az agy, például amit én gondolok, te nem látsz az én gondolataimat, nem hallasz,
De az én agyamba megy a gondolat, és utána agyfeldolgozza, küldi a beszéd készülékemre, és akkor én beszélek, akkor itt tudsz érteni, mire gondolom. De de elmémmel nem tudsz kommunikálni. Szóval az agy, ez egy ilyen számítógép, amit átadja finom dolgokat a durva szintre, mint a tévé is. Van egy rádió hullám tévébe, és akkor megy a film, a tévé csak lehetővé teszi, hogy lássunk. De mikor elromlik a tévé, ez nem jelenti, hogy nem létezik többet az a film, vagy internet. És hogyha a tévében valamikor elromlik, hogy nem jön a hang, vagy nem jön a kép, vagy rossz a kép, és valakinek megsérül az agya, akkor az leblokkolja a finom csatornákat, ami az elméből, ami én, mint egy lélek, mint egy elmével rendelkező érzőérmi élőlény akarok kommunikálni, de valami megsérül az agy, mondjuk valaki megsikötül, ő csak nem fog kapni, le van blokkolva az a féle adás. Vagy a szem, vagy így, valahogy. Szóval, nem, szóval még mindig finom. De megint azok, akiknek meg is van sérülve, álomba ők tudnak járni, akik bénák, tudnak látni, tudnak hallani. Szóval működik. És mint ezt a példát meséltem, ez is egy rögzített, elfogadott példa. Mert utána nagyon sokat tanulmányozták ezt, amit klinikai halálról most beszéltem, és van számtalan ilyen példa. Szóval van nem csak durva fizikai, hanem van finom fizikai lét. Burbuvasva, úgy magyaráznak a védikus írások. Ezért ezt kihagyva sose nincs esély összerakni teljes képet univerzumról, az ember életéről, a embernek a keletkezéséről, és evolúció az mindig hibát fog adni. Ez tényleg érdekes, de akkor mi a magyarázat a védák szempontjából arra, hogy rengetegféle olyan élőlénynek vannak meg a csontleletei, bőrlenyomata, tollenyomata, lábnyoma, amik ma nincsenek, és amik a ma élő élőlényeknek a feltételezett ősei. Akár az emberek őseire gondolhatók, tehát ezek a átmeneti formák, majom emberek, Australopithecus és társai, akár mondjuk több millió évvel ezelőtt mondjuk a dinoszauruszok, ugye 65-70 millió évvel ezelőtt kipusztultak, de előtt az egész világot uralták, és rengeteg, több száz, több ezer csontvázadat bizonyítja, hogy milyen lények éltek a Földön az emberek előtt. Hát akkor hogy létezhettek az emberek azokban az időkben, hogyha akkor ilyen szörnyűséges lények uralkodtak? Hát 8 millió 400 ezer faj van, és akkor valamikor ilyen fajok vannak, valamelyik időszakban másik fajok vannak, most is el van pusztulva csomó, csak nézzünk meg interneten, nem vagyok most napra kész, hogy hány ezer faj elpusztult utolsó 50 év alatt. És akkor lehet mondani, de akkor hogy éltek az emberek akkor? Ez nem zárja ki, ez egyáltalán nem bizonyíték. Ez, amit most mondtál, ez nulla. Ez nem volt ellenérv. Egyáltalán nem, ez nem volt egy cáfolás. Na jó, de az, hogy mondjuk kipusztul 10 féle lepke egy évben, az össze nem hasonlítható azzal, hogy kipusztulnak 20 méteres őslények. Hát az embereknek a létezését az lehetetlenné tette volna. Volna, ezek a hipotézisok, hogy volna, lehetne, talán, hát ezt írta Darwin is. Talán, igen, valaki tanulmányozta a Darwin könyvet, és találta 700 elképzelhető, talán lehetséges, ilyenféle szinonimukat használta, vagy 700-szor, amikor írta elméletét a Darwin. Szóval ezek a talán, ez egyáltalán nem tudományos. Szó talán, lehetséges, vagy nem tudom, hogy lehet még mondani, ez nem tudományos kifejezések. Pedig az ember nagy ezt használja. De ez nem tudomány. Kísérletezünk, bizonyítunk. Bizonyíték, az nagyon jó. De feltételezés, ez nem tudományos. Mert tudomány, az nem változik. Ez nem feltétel, ez biztos, hogy így van. A gravitációra nem lehet feltételezni, nem? Mondani talán gravitáció. Na, ez egy törvény, ez létezik. Gravitáció létezik, kész.
akkor a bármi, szóval mi amit állítjunk, vagy van, vagy talán, ez nem, ez, tudod, hogy most éhes vagy? Elképzelhető, talán lehetséges. Ez mi? Vagy férfi vagy? Talán lehetséges, nem vagyok biztos, hát elméletileg adhatunk rá esélyt. Ez nem. Ez nem lehet tudománynak nevezni. Ez egy hit. De tudomány nem hit, hanem tények. Amit én most neked meséltem, durva fizikai, finom fizikai, ez tények, ez nem talán, nem elképzelhető, hanem ez így van. Jó, oké. Közönségben úgy láttam, hogy valaki nagyon szeretne kérdezni egyet. Bakti Petrov azt mondta, hogy a tudomány az nem változik, de a tudósok szerint a tudomány az állandóan változik, és pont ezért tudomány, mert folyton megcápolja önmagát, és a tudománynak változnia kell, mert mindig változik, megújul. És ami állandó, az nem lehet tudomány, mert akkor ott egy idő után hiba lesz. Nem, hát az, ami változik, az nem tudomány. A tudomány, hát pont a meghatározásban van a hiba. A tudomány sose kell, hogy változzon. Hogyha valami változik, akkor ez azt jelenti, tegnap, amit mondtam, az már nem igaz, mert változott, és most ez az igazság. Az azt jelenti, hogy nem értem, mert a törvények sose változnak. Hogy változik egy törvény? Nem változik egy törvény. És ez a tudomány, ahogy ember élt 50 ezer évvel ezelőtt, vagy 1 millió év ezelőtt, az most is ugyanúgy él, mert ez nem változott. Ezért. És amikor mondjuk, hogy változik, mint én is iskolában, minden évben más volt a matek tankönyvünk. Mert most nem így volt. Vagy bármit átírják. Ez nem. Na ez pont ez, hogy ha nem tudják, hogy hogy van, ma tegnap így volt, ma úgy, holnap majd írják, hogy nem így, hanem így lesz, vagy így van, vagy így volt. Ez nem tudományos. Akkor melyiknek higgyek? Tegnapinek, mainak, mert hogyha tegnapit megcáfoltak, akkor garantálok, hogy majd is megcáfoljak jövőre. Ez azt jelenti, majd se kell elfogadjak. Mert ugyanolyan primitív a mai elmélet, mint az tegnapi, amelyek megcáfolták. Na akkor ez nem tudomány, akkor ezt elfogadjak? Nem, ez nem szabad elfogadni. Igen, de amit ember alkot, ember mér, abban mindig lehet hibafaktor. És ez a későbbi tudósok felelőssége, hogy ezeket a hibákat megvizsgálja, és ha kell, akkor kijavítsa és helyre rakja. Hát hiszen emberek vagyunk. Hát ember mindig fog hibázni. Ezért az ember, mivel rendelkezik 4 hiánysággal, hibázik, illúzióban van, csalásra hajlamos, és mi volt a negyedik? Érzékek tökéletlenek, ezért így ember sose fog magától kifejteni, hogy hogyan létrejött az ember. Ahogy már mondom, eleve hiba abban van, hogy beszélnek csak a durva fizikáról, hogy volt valami robbanás, most nem megyünk bele, otthon hány hiba van, kaotikusan, semmiből, terv nélkül, csak hogy felrobbant, utána jött valamilyen anyag, és ez az anyag az halott volt, ez azt jelenti, hogy durva dolog, és finomult, és létrejött tudat. És a tudat az is egy durva dolog, amit gondolják, mert ez a vegyi elemeknek a kombinációja, ami az agyban vannak a vegyi reakciók, és ez a tudat. Hát ez eleve hiba, hogy tudat, ez az eredménye a biológiainak, vagy a molekuláknak, a reakcióknak. Hogy ez a kémiai eredmény. Várjál, szóval ez nem működik, így gondolva, ez már hiba van, már az alapban van egy hiba. És ha alapban van a hiba, akkor az azt jelenti, semmi esély nincsen megkapni egy tiszta képet
az ember létrehozásáról, vagy jövetelről, az egész világról, semmiről. Érted? Mert alapvető hiba van. Mert, na jó, cáfod meg, utána majd visszacáfolok. A pszichiátriai gyógyszerek azon alapulnak, hogy igenis biokémiai folyamatok játszanak le az agyunkban. És ezek a biokémiai folyamatok meghatározzák a kedélyállapotunkat, a gondolatunkat, az egész életünket. És hogyha mi ebbe a biokémiai folyamatba, például egy gyógyszerrel, ami egy vegyület vagy egy vegyület csoport, beleavatkozunk, akkor lesz egy depressziós emberből egy kevésbé depressziós ember. Tehát ez bizonyíték arra, hogy biokémiai folyamatok határozzák meg a gondolkodásunkat. Példa. A telefonon te tudsz mit csinálni? Tudsz halkítani a képernyőt, ugye? És tudsz halkítani a hangot, ugye? Uh-huh. De ettől az adás nem változott. Amilyen jön be a telefonba, internetről, attól nem lett sötétebb, nem lett halkabb, hanem az mindig megy. Szóval nekünk a mi elme, az megy. És az agyra, amikor mi mindenféle a kémiai vegyszereket használjunk, mi csak tompítjunk a képet, érted? Leveszünk a hangot, ennyi, de ettől mi csak megint csak a gépre, képernyőre hatunk. Az agy, ez az. De attól a finom dolog az még ott marad. Csak levettünk a képernyőnek a fényét. Jó. Én meggyőzhető vagyok. Igen. Oké. De még mindig odajuk adok ki, hogy bármilyen könyv, tényleg bármilyen könyv emberek írják. Akkor mi arra bizonyíték, hogy azok a könyvek, amelyekre ön hivatkozik, azok mentesek ettől a négy hibától, azokat is emberek írták. Ki fogja azokat kontrollálni? Ki fogja azokat fölülírni, hogyha hiba van bennük? Hát a forrás a tudásnak, ez nem embertől jön, hanem Istentől. Ő teremtette, ő adja ezt a tudást. És azok a személyek, akik tiszták, tiszta tudattal rendelkeznek, ők kapnak ezt a felhatalmazást, hogy ők által legyen kommunikálva akár könyvleírás, vagy valami, ami valóságról szól. Ennek van egy biztonsági rendszerek, ez nem úgy van, hogy most holnap te mondasz, okay, Isten nekem most szólt, most írok könyvet, én tudom, hogy lesz. Nem, erre van. Vannak, de erre van egy rendszer, biztonsági rendszer, amit be van biztosítva több oldalról, hogy mentesítsen ilyen sarlatanizmustól, és nem megyünk bele, számtalan erről úgy meséltem, és akkor van ilyen Isten kinyilatkoztatásuk. Amikor kommunikálva van, hogy hogyan létezik, hogyan jött létre a világ. Uh-huh. Jó, úgy látom, hogy megint volna a közönség kérdés. Uh-huh. De Marti Vesprabú, hát hogy létezhet Isten, mikor nincs rá bizonyíték? Szóval akkor igazából a védákat is csak emberek hívták, vagy valami olyan személy, aki Istennek kiáltotta ki magát, akkor ugyanúgy abban is hiba lehet, nem? Hát nézzük meg, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, az ellenőrizhető. Mert hogyha mi megvizsgáljunk egy legprimitívebb mikróbát, hogy hogyan működik, az fog mutatni, hogy ez a mikróba, hát van ilyen dokumentumfilmek, vannak könyvek, Michael Cremo, ő is írta, hogyha vizsgáljunk egy mikróbát, akkor fogunk látni, hogy olyan annyira bonyolult, csak egy sejt mikróba, annyira bonyolult az ő rendszere, hogy egyértelmű mutatja, hogy azt nem tud véletlen anyag cseréből ilyen szelektálás, vagy úgy mondjuk kiválasztás, hogy mondják magyarul? Szelekció. Szelekció által létrejönni. Ez mutatja, hogy van intelligens tervező,
mert annyi sok tudás be van rakva, hogy hogyan működik az egész sejt, rengeteg tudás van benne. Ezért, hogyha ez primitív annyira lenne, megint durva anyagból csak állna, semmi tudás nélkül, mert hogy jött le, létrejött a tudás, hogy hogyan működjön ez a kis egysejtő? Ez is egy tudás, benne van kód, ez be van kódolva. A gén, ez micsoda, ez egy kódolás. Ez azt jelenti, hogy ez a kód, ami működteti egy sejtet, ez valaki megírta. Véletlen, csak úgy nem jön létre, hogyha mi fogunk egy gyereket, a számítógép előtt, és csak nyomkodjon nekünk a dolgokat, és attól, hogy ő fog nyomkodni, az lehet, hogy néha kijön ilyen és, vagy pár ilyen pici, rövid, primitív kifejezés, de, valami ilyesmi, és, de egy mondjuk Petőfi költemény sose lesz. Érted? Egy ilyen csak úgy spontán, véletlen nyomkodásból sose lesz valamilyen rendszer. De egy molekula, vagy egy egysejtű, az egy rendszer. Ez bizonyítja, hogy kell valaki, aki is rendelkezik ezzel a tudással, aki megírta ezeket a kódokat, és létrehozta ezt az egészet. Mert hogyha nem így lenne, akkor már régóta laborban ember képes lett volna létrehozni egy molekulát, meg azt se tudnak, meg egy sejtet se tudnak. De hogy? Semmiből. Mert hogyha állítják semmiből a világ, akkor álljunk be a laborba, és semmiből létrehozunk egy sejtet. Nem tudnak, mert nincsen embernek nincsen olyan fejlett intelligencia, hogy ő létrehozzon egy gént. És csináljon ezt a kódot, hogy ezt be kell programozni, hogy működjön a sejt. De már vannak klónozások. Ez teljesen nem ideillő példa volt. Na, nulla. A minősavakat tényleg hoztak már létre, az úgynevezett... Semmiből? Hát nem. Nem, semmiből kell. De várj, fognak Istennek az energiát, és abból manipulálnak valamit. Ne. Semmiből csinálják. Saját energiát. De hát anyag megmaradás törvénye van. A semmi. De várj, de hát előtte nem volt anyag. De, koncentrált, sűrített formában volt. De honnan? Hát volt. De nem volt. De hát ezt feltételezzük. De feltételezni lehet bármit, ez nem tudomány. A bizonyíték kísérlet. Fogd meg, és csináld meg egy sejtet. Ez akkor lehet, hogy ezt nem lehet modellezni kicsiben. Aminsavokat, de sejtet nem tudjuk összerakni. Csináld meg egy rizs szemet. Mert miből áll egy rizs szem? Hát a durva fizikáját azt megmondják. Ugye, hogy akkor van benne fehérje, szénhidrátok, meg mindenféle dolgokat. Jó, de akkor szedjünk össze ezeket a vegyi anyagokat, keverünk össze, és legyen egy rizs szem. Hát az élelmiszeripar azért próbálkozik már. De ezek, ne használjunk ezeket a példákat, mert ez most nem ez komolytalan. Uh-huh. Ez egy komolytalan ez a példa. A komoly példát használjunk. Uh-huh. Itt volna közben több közönség kérdés is, először ott. Igen. Van komoly példa arra, hogy ez az evolúció biztos, hogy nem így működött. Tehát, hogy nem fejlődött valamivé, és aztán kialakult, mert ha az egyedeket megvizsgáljuk, például egy Vénusz lécsap, olyan nevezetű növényt, ami ugye húsevő. Ez olyan, hogy van egy alsó, egy felső levél, ilyen szirma, ami össze tud csukódni. Na most, ha ez az evolúció alakította volna ki, akkor ez éhen döglött volna ez a szerencsétlen növény, ugyanis az egyik levélen van néhány csap, amiben, hogyha oda száll a rovar, és az megérinti a csapot, az beindítja
azt a mechanizmust, hogy ez rácsapja a föderét, tehát nem tud szabadulni, beindítja azt a fajta enzim termelődést, ami fölbontja vagy lebontja ezt a berepült állatot. Na most ez, ha csak az egyik csak hiányzik, mert ugye evolúció nem fejlődik ki, akkor nincsen. Nincsen a felső levél, nincsen. Nincsen az alsó levél, akkor nincsen. Tehát ez biztos, és ha végig szedszik egy csomó állatot, vagy az embert. Az ember egy olyan tökéletes gép, hogy ott egy milliméter fölösleges hely nincsen, tehát ott mindennek megvan a maga helye rendje, mindennek megvan a funkciója, és csak együtt működik jól. Tehát ehhez kellett egyfajta hatalmas intelligencia, ami ezt az egységet úgy, ahogy van, megteremtette, és nem fokozatosan alakította ki. Mert ha például az emberből bármelyik részét kihagyod, akkor nem működik. Evolúció. Nincsen vese. Hát akkor nem tud működni, mert kell a méreg földolgozása. És így tovább. Tehát biztos, hogy kell az a bizonyos intelligencia, ami létrehozza az egyedet. Uh-huh. És hát ugye ezt a bizonyos nagy intelligenciát nevezünk Istennek. Megkaptál? Köszönjük szépen, ez tudományos. Jó, köszönjük. Oké. Van még szerintem másik kérdés is. Meghallgathatjuk, ugye? Meg, igen. Ez talán nem kérdés. Nem tudom, hogy esetleg hallottak-e már a Lukáról. Bebizonyították, hogy föld, és hát ugye az óceánok mélyében valamint különböző helyeken a világban olyan termodinamikai környezet jön létre, ahol sejt alakul ki, és ezek a sejtek onnantól kezdve fejlődnek. Most ez nagyon régen is történhetett, például óceánok legmélyén ott adott a környezet arra, hogy egy sejt életben maradhasson, annyi oxigénnel csak egy sejt nagyságú életforma tud ott abban a körülményekben kialakulni. Most igazából nem erre akartam kitérni, csak ez pont szóba jött. Itt az evolúcióra szeretnék kitérni egy pillanatra, hogy mi emberek, mondjuk azt, hogy Isten egy hasonló intelligens, hozzánk hasonlóan kinéző emberformát képzelünk el, holott, ha jól megnézzük, ez nem lehetséges, hogy emberi formája legyen is. Tehát, hogy ez nem lehetséges, ugyanis maximálisan a sejtjeimnek az Isten képe lehetek én magam. Tehát, hogy a sejtek, ha ugyanolyan beképzeltek remélnek, mint egy ember, akkor azt mondanánk, hogy azt mondaná a sejt, hogy az Isten egy sejt volt. Úgy az ember azt mondja, hogy az Isten egy ember volt. De nem, valójában az én véleményem, de mi van akkor, hogyha valójában a bolygónk, a mi Istenünk, amiben mi evolúciós fejlődés során nagyon sok idő alatt kialakultunk, egymáshoz alkalmazkodtunk, különböző környezetekhez, különböző hatásoknak megfelelően, és a tudás is, az intelligencia is, és minden más is így lépcsőről lépcsőre fejlődött ki. A virág, amit tetszett mondani az előbb, nem jött volna létre, ha nincs olyan környezet, ami megindokolja azt, hogy ő ilyenfajta technikát alkalmazzon arra, hogy egyen, vagy tehát, hogy itt emberi istenképpen nem minimum, hogy lenne szó. Valójában a mi bolygónk, a mi Isten, az lenne szerintem az istenképünk. Mert abban élünk, az hozott minket létre, az összes környezet, az összes mindent, ami minket körül. És mi ebben élünk, ebben alkalmazkodunk, ennek köszönhetően fejlődünk. És a bolygót kihozta létre? A bolygót, az konkrétan az a körülöttünk lévő univerzum. És az univerzumot? Meg az azt körülvevő tér. Annak is különböző evolúciói folyamatai, fokozatai van. Oké. Na most megint védikus rendszer magyarázza, hogy finomtól
fejlődik minden durva irányt. Először vannak a finom szinten dolgok, utána van a durva. Szóval először a világ finom szinten létezett, utána a durva szintre alakult. Ez az egyik. A másik, hogyha mi azt gondoljunk, hogy egy primitív valami alakult ki valahogy semmiből egy univerzum, a fejlődőt, hát hogyha nincsen tudás, mert univerzumnak a működés, ez is egy tudás, hogy hogyan működnek a bolygók, akkor a Földön annyi sok bonyolult folyamat történik, a napnak a működése, hogy ez semmiből, tudás nélkül fejlődött egyre jobban, ez megint a példa, amit mondtál, ez az ember a maga szerint gondol, hogy én így csinálom, nekem először volt primitív telefonom, most már van smartphone, fejlődik a tudásom, akkor így kellett fejlődni az egész életnek. Logikus, de nem igaz. Miért? Mert ember nem rendelkezik tudással. Embernek kell ezzel a tapintással, ez a tudomány, mint a tudománynak nevezünk, ez nem tudomány, ez tapintás. A gyógyszer, bármi, amit csinál, kísérletezünk, így próbáljuk most úgy, programozunk most így, aha, most akkor ez nem, akkor most így próbálok. Szóval próbálkozik ez a tapintással, és így rakja össze a dolgokat. Nem, most nem az alkalmazódás, hanem hogyan fejlődik az embernek a technológiája, az nem alkalmazkodik, hanem fejleszti a technikát, de nem azért, mert tudás már létezik. A törvények már vannak. Amikor volt csak egy ilyen telefon, az nem jelentett, hogy akkor nem léteztek azok a törvények, hogy az balkorban nem létezhet volna egy smartphone. Létezhet volna, csak ember nem ismerte a törvényeket. Szóval ember nem rendelkezik tudással. Pillanat. És azt gondolja, akkor az univerzum is ilyen volt. Nem. Az univerzumban ettől a pillanattól, hogy létezett, volt tudása. És ez a különbség Isten és ember között, hogy embernek kell kitalálni, vagy valahonnan tanulni, Istennek nem kell tanulni. Ő tudja. És azért, mivel ő rendelkezik mindig tudással, azért ő tudja teremteni. És ő programozza megint, hogy hogyan működjön az univerzum, az nagyon bonyolult tudás. Hát mai napig emberek nem értenek, hogy hogy működik. Mai napig emberi agy nem képes felfogni egy sejt működését. De ez azt jelenti, hogy annyira bonyolult egy sejt, hogy ember nem érti, hogy működik, és ez a bonyolult dolog magától létrejött, hogy a legnagyobb agyok nem értenek, hogy működik. Az nonsense. Érted? Ez egy ellentmondás saját maguknak. Mert sejt sokkal bonyolultabb, hogy mai napig nem tudjuk. Nem tudjuk megcsinálni. Hogyha tudtunk volna, akkor megcsináltunk volna. Nem tudjunk. De Isten, ő tudja. És ez a különbség, ez azt jelenti, hogy nem egy univerzum a mi Istenünk, vagy egy bolygó a mi Istenünk, hanem a forrás, vagy az ok, mi vagyunk az okozat, és amivel mi rendelkezünk, a érzelmek, mi nem csak gépek vagyunk, nekünk vannak érzelmeink, mi érezzünk, ugye? Tudjunk, jó kedvünk van, rossz kedvünk van. Van olyan. Neked szokott lenni? Igen, érzelmi. Ez azt jelenti, hogy ez egy komoly, szóval mi nagyon komoly élőlények vagyunk. Nagyon bonyolultak. És mondani, hogy mi több vagyunk, mint Isten, mert Isten nem lehet olyan, mint mi, akkor ez is csak egy logikával nem nonsens dolog. Hogy okozat több tulajdonsággal rendelkezik, mint egy ok. Olyan nem lehet. Ez azt jelenti, hogyha mi rendelkezünk formával, nekünk van érzékszerveink, akkor az oknak eleve kell ezzel rendelkezni, mert nem tud lenni teremtmény több, mint a teremtő. Ez azt jelenti, hogy Isten rendelkezik érzelmekkel, rendelkezik formával, lehet, hogy most nekünk anyagi formánk van most, de neki van lelki forma, de van forma,
neki, mi gondolkodunk, az nem lehet, hogy Isten nem gondolkodik. Hát akkor mi több vagyunk, mint Isten. Nem. Akkor, mert akkor ez így nem tud történni. Az már megvan. A törvények, a tudás örök. Az nem változik. Az nem, nem evolucionál sehova. És az ezért... Ugyanaz a törvény és a tudás. Tehát úgy értem, hogy... Én nem tudom, hogy értem, nem fogok. Tehát arra akartam kiukadni, hogy például kint egy univerzum, amiben vagyunk mi, amiben van a bolygónk, amiben mi vagyunk, ott lehet, hogy nincs konkrétan. Tehát, hogy arra tetszik kiukadni, hogy ha valami programozva létrehozott egy sejtet, vagy egy embert, vagy állatokat, vagy bármit, akkor az a törvények. Ugyanúgy, ahogy a bolygók kialakulásáért fizikai törvények, energetikai törvények a felelősek, hatás, ellentás, kölcsönhatás, visszacsatolás, bármire gondol az ember. Tehát az nem indok arra, hogy mi azt feltételezzük, hogy ez tudatos. Most a fizikai hatás törvények nem biztos, hogy tudatosak, de attól függetlenül létrehoznak környezetet, teret, mindent, amelyben az ott lévő térben is különböző energiák, terek, különböző törvények létrehoznak esetleg egy molekulát, amely aztán az alkalmazkodás révén ott indul el az evolúció, az élet evolúciója. A bolygó meg a külső térnek az evolúcióját a törvények hozzák létre, de az nem biztos, hogy tudatos. Nem biztos, hogy Isten hozta létre az univerzumot, a galaxist. De viszont, tehát az egyetlen nem biztos, hogy Isten hozta ezeket létre. Hanem a tudósok? De. Szóval a Newtonnak volt egy barátja. A Newton ő elfogadta, hogy Isten a teremtő. És volt egy barátja, aki pont mint te. Mesélte, nem biztos a tudat, nem kell tudat, több törvények, és így tovább. És egyik alkalommal Newton volt egy kiállításon, és ő megcsinálta egy ilyen univerzum modellt, mechanikusan működött. És nagyon, nagyon zseniálisan összerakta, és eljött a barátja. És barátja, amikor meglátta, hogy milyen szépen működik ott, és mennek a bolygók, minden, és akkor mondja Newtonnak, figyelj, ez nagyon jó modell, ki csinálta? Senki. Ott nem volt tudatosság, nem volt tudat, törvények összerakták, az hülyeség, hát ezt látszik, valaki faragta, valaki kiszámolta, valaki elindította, szóval kipróbál, szóval itt valaki csinált, egy élő tudat kell legyen. Nem, hidd el, nem. Egyszer csak felkeltem, és ott volt. Azt mondja, ne gondolja, hogy én nem vagyok schizofrén. Ilyen nem jön létre ilyet. Valaki létrehozt. És akkor mondja neki, hogy Newton, látod? Te erre a primitív dologra mondod, hogy ez nem jöhet létre magától, de erre nagy modellre, aki ennél sokkal bonyolultabb, azt mondod, hogy nem kell egy tudat, hogy létrehozzon. Érted? Hol a hiba? Nem. Akkor nem baj. Jó. Az, hogy törvények léteznek, de törvények ez eszközök. Törvények maguktól nem. Ez az iPad, ami itt van előttem, az törvények alapján létre van hozva, másképp nem működne. De nem a törvények hozták létre az iPad-et, hanem egy tudat, aki ismeri, hogy működnek a törvények, és azt szerint összerakta. A bolygó és törvények alapján működik, de valakinek ezt kellett összerakni. Hát, hogy ez a tudat, az iPad sokkal primitívebb, mint a mi bolygónk. Sokkal. Sokkal bonyolultabb a bolygó. És hogyha iPad nem tud magától létrejönni, kell egy tudat, aki ezt megcsinálja, beprogramozza, akkor a Földöt miért nem kell? Ami sokkal bonyolultabb rendszer létezik benne. Akkor az nem kell tudat. Az nem logikus. Nem, csak hogy használják logikát. De használják logikát. Most használják logikát. Hát a leglogikusabb az, hogy van egy szerv,
feje, ami tudattal rendelkezik, felfogja a környezetét. Ha a földbolygón nem lennének emberek, akkor nem létezne Isten? Akkor nem létezne ez az egész, amiről beszélünk? Lenne akkor Isten? Lenne akkor tudat? Érdekelni bármelyik állatot körülöttünk, hogy ki az az Isten? Ki alkotta ezt az egészet? Hát nézd, ez a lenne, nem lenne, ez nem tudományos. Van vagy nincs. Nem. Lehetséges, lenne, ez nem tudomány. Azért hozták létre, hogy a lehetséges és nem lehetséges dolgokat bebizonyítsák tudományosan, hogy az van, vagy nincs. De előbb volt a valami, tehát az, ami működött, mint ahogy a tudósok rájöttek, hogy az igen, egy törvényzetség. Fogta föl a törvényeket, ami körülbelül. Hát így van. De miért kell ahhoz egy isteni tudatot kijelenteni? De, hát én nem istenellenes vagyok. Én materiális energikus révén gondolom a világot, hogy a kettő együtt él és mozog. Igen, de az jó, kettő együtt van. Nem, ne, jó, mind a kettő van egyszerre, az igaz, de még mindig a törvényeket valaki megírta. Szóval a törvény nem jön létre, mert ez egy tudás. A törvény az azt jelenti, hogy valami tudás. De tudás nem tud fogni, és akkor így hopsz, és megnyilvánulni. Nem, kell forrás. Szóval mindennek kell legyen forrás. Forrás az idő, és az anyagoknak is, és az energiának is van evolúciója. Ha egyik anyag úgy, ahogy felmelegszik, utána kihűl. Ez egy folyamat, ez egy evolúció. Az energia kicsapódása az anyag. Tehát, hogy... Jó, de energia honnan van? Szóval energia szó, hogyha mi használjuk szó energia, az azt jelenti, hogy van forrás. Energia forrás nélkül nem létezik. Igen, ez jogos. Ezért a forrás az energiának az Isten? De hogy? Nem, nincsen ilyen, hogy saját magának energiaforrás, hanem egy magasabb rendő, mint a... Igen, hát van egy példa, van egy ilyen Bhagavata Purana könyv, és ott csinál egy ilyen hasonlítás pókkal, hogy van a pók, és van pókháló. És a pókháló, ez a póknak az energiája. Mert a pók magából kibocsátja azt az energiát, és szövi a hálót. És egyértelmű, hogy pók, ő magasabb rendű, mint a háló. És amikor akarja, akkor visszavonja. Szóval ez egy példa. Szóval ugyanúgy itt is. A pók azt a pókhálót. Mert egy olyan környezet veszik körül, ami megindokolja azt, hogy neki ehhez szüksége. De ez most nem... Előtte kell egy olyan közeg, amit materiális dolgok hoztak létre, ami előtte energiával fogadt is csapódott ki. Nem, most nem arról beszéltem, hogy miért, hanem hogyan. Az, hogy miért, az egy, mert nem lehet összehasonlítani Isten pókkal. Inkább, hogy hogyan hasonló, csak mutatom, hogy Isten mint egy forrás, mint a pók forrás a hálónak. A miért, az már nem hasonlítható össze. Van cél, szóval itt ebben a világban semmi nincsen véletlenül, minden célszerű. És ez a miért, arra is van válasz, miért Isten hozta ezt a világot, miért így van, miért nem úgy van, miért így működik, erre van válasz, és ez célszerű, nem csak úgy Isten így gondolt, és véletlenül, hopsz, hoppa, véletlenül hoztam létre a világot. Szóval nem, hanem van cél, célszerű, minden célszerű. Itt lenne még egy igen. Kérdés, ha Józsitól. Ezzel kaptam már választ a kérdésem, amit hálásan köszönök is, de gondolatmenetet el tudnék ezzel az egésszel indítani. Volt ez a Stephen Hawking nevű fazon, Isten igazolja, és volt egy elmélet ezzel kapcsolatban, hogy ez az egész valóság, amiben vagyunk, ez tulajdonképpen valami úgy jött létre, hogy volt egy teljesen harmonikus, teljesen rendezett rendszer, egy finom létezési forma, amiben most nem tudjuk micsoda, nevezzük részecskének, úgy döntött, hogy ő nem hajlandó ugyanúgy rezegni, mint a többiek. És ha jól emlékszem, ezt úgy is nevezi, hogy az isteni részecske. Az az egy rebellis valami kivált. És az indította ezt, ha felbontunk egy tök harmonikusan működő rendszer, azzal hatalmas energiák szabadulnak el.
És magát a veszélybe jutott? Nem tudom, hogy jutott erre a lehetőségre. Meséltem már Bill Gates-et, hogy ő neki például hogy jött a Windows, sok volt az LSD, és hát igazán valahogy azt látom, meg ezt ő is elismeri, hogy ami ebből teremtődött, az azóta is törekszik arra a tökéletes állapot visszaállítására. És ebből jönnek a törvények, amik tulajdonképpen eszközök arra, hogy ez a tökéletes rendszer visszaállítódjon. Mert ha mondjuk veszünk egy pohár vizet, teszünk bele egy cukrot, felkavarjuk, akkor az egy idő után egy rendezett rendszer lesz. Létrejönnek a kötések, oszmolaj, stb. Azután törekszik arra, hogy egy rendezett rendszer legyen. De már sima víz nem lesz több. Sima víz nem lesz több. Nem keverődik fel magától. Megjöntől visszatér a teremtőjéhez. Úgyhogy számomra ez azért érdekes, hogy az anyagnak meg ugye az egész létezésnek van egy... volt, amikor ez történt? Vagy csak ő is egy föltételezést írt rá, vagy mondott el? Hogy jött rá. De felkavartam. Az is érdekes számomra, hogy valahogy mindig feltűnnek a történelembe ezek a srebelmis részecsők, akik mindig így alakítják így a létezésünket, meg úgy minden tulajdonképpen, hogy ez a tökéletesség felé így alakuljunk. Szóval ezek a felszálló induktív rendszer, az a spekulációs rendszer által embernek nagyon sok milliárd év kell, hogy megértsen, hogy hogy működik ez az univerzum. És a bölcsek nem ajánlanak ezt az utat, hogy most hogy részecske jobbra, részecske balra, spekuláció az egész, hanem le van írva már elejét óta, hogy hogyan volt teremtés. Tudod, például az, hogy most a robbanásból létrejött a univerzum, rendszer, én sose láttam még annyi robbanást, már hallottam, hogy a robbanástól rendszer, inkább rendszerpusztítás történik, de a robbanástól egy rendszer létrejön, az nem lehet. És véletlenül, mert azt mondják, hogy véletlenül. Akkor ez nem, hogyha véletlenül valami pont lett, és véletlenül annyi sok energia volt, hogy felrobbant. Honnan van ez az energia abban a pontban? Megint. Hol a forrás? Pont saját magának. Honnan jött a pont? Szóval annyi sok hiba van ott. Akkor véletlenül felrobbant, véletlenül úgy mozgott, hogy véletlenül lett rendszer. Hány véletlen van? Az már egy rendszer, ez már nem véletlen. Utána véletlenül úgy jött létre, hogy férfi lett, és ugyanúgy véletlenül úgy jött ki az egész teremtés, véletlenül, hogy még nő is lett. Szóval ez nem intelligens gondolkodás. Ez egy kaotikus gondolkodás is, hogy ilyen nem lehet, hogy véletlen. Csak nézd meg, hogy mész helikopterrel mész, Balaton fölött, és kidobod, csak úgy fogod, hátra dobod egy ilyen karikát. És a karika esik a Balatonra, és ebben a pillanatban mondjuk ugrik egy haltól, menekül egy béka, és pont ebben a pillanatban ugrik, és átugrik a karikán. Hány esély van még egyszer ez megismételned? Érted? Szóval véletlen. Akkor, hogy lehet, hogy véletlen felrobbant, véletlen rendszer történt, véletlen sejt létrejött, véletlen ember lett, véletlenül férfi lett, véletlenül nő lett, véletlenül ez lett. Az nem tudományos, ezek a véletlen dolgok nem tudományos. A tudományos, az azt jelenti, ez így történt, ez egy, így. Az, hogy robbant. Nem robbant az univerzum, hanem megvan. A univerzumnak egy védikus neve, Brahmanda. Ez azt jelenti, hogy teremtő tojás. Mert most mondják nekünk, hogy tágol az univerzum. Nem tágol. Nem tágol. Az univerzumnak van korlátjai. Nem tágol sehova. Ő úgy néz ki, mint egy tojás. Meg van írva, hogy van, hogy működnek a bolygók, hogy alakult ki egy sejt, hogy alakult a molekula, hogy indult be az idő. Mind, mert idő is egy energia. Hát ennek is kell egy forrás. Mi ez az idő? Időt nem lehet lassítani, időt nem lehet visszafordítani, nem lehet megállítani.
az idő ember fölötti energia. Ez is egy energia, akkor működteti az időt, akkor van három kötörő, akkor sok minden másféle dolog van ebbe az univerzumban, ami működteti az univerzumot, és ez így volt akkor, ez most is ugyanúgy működik, és nincsenek véletlenek, hanem van nagyon bonyolultan univerzum fel van építve, hogy az hogyan működik, milyen a törvények, és sose változnak, és az helyett, hogy ember spekuláljon, és csomó pénzt és időt pocsikoljon, tanulja meg, hogy hogy működik, és csak fog látni, és kapni bizonyítékot, hogy tényleg így van. Ennyi az egész. Ezek ott a talán, hátha, komoly talán. Igazából, hogyha lehet csak egy hozzáfűzés, hogy ezek a fajta feltételezések amúgy a részben egy tudományos öngól, mert amikor tényleg sok véletlen van, az annak a tudományos módszertannak mond ellent, hogy a jó kísérlet megismételhető. Ugye? Aki foglalkozott tudománnyal, mindig ez van, hogy ellenőrizhető körülmények között megismételhető. Mindegyik tudományosan elfogadott kísérletre igaz. Egy olyan rendszer, egy olyan kísérlet, egy olyan feltevés, amit nem tudunk megismételni, az áltudomány. És ezt az áltudományt most direkt vetettem be, mert egy nagyon szimpatikus, jófej srác, amikor ezt eseményben meghirdettük ezt a programot, azt kommentelte valahogy így, hogy húj, spirituális áltudomány riadó. És én javasoltam neki, hogy lehet ez a véleménye, de hallgassa meg, hogy mit mondunk. Tehát, hogy van egy érdekes ilyen, azt mondanám, módszertani ellentét. Ugye ők azt mondják, hogy mi, vagyis hát amit a Bhakti Pál Prabhu mond, hogy ez mivel, hogy nem a nyugati tudománynak a módszertanával egysínen halad, ez áltudomány. Mert nem kísérleti úton próbálja a tudást szerezni, mert nem találgatások útján próbálja a tudást szerezni, és mert nem önigazoláson vagy későbbi hibakeresésen alapul a tökéletesedése, hanem elfogadjuk azt, hogy eleve jó. De igazából ez egy módszertani különbség. Konzervatív. Konzervatív. Maga csak a saját véleménye mellett tartja magát, ez nagyon jó. Amikor elolvastam egyébként egy pár Krisna könyvet, felmerült bennem hasonló véleménye. Visszatérve megint egy kicsit a teremtésre, robbanásra, hogy lássak megint egy kicsit másik oldalról példát, hogy a robbanás meg talán így volt, talán ennyi úgy volt. Hát például, hogyha mi megkérdezünk valakitől, ez a épület, ahol vagyunk, hogyan jött létre, és akkor képzeljétek el, ide jönnek a tudósok, és mondjuk, hát talán, akkor mi mondjuk, várja, talán, akkor nem akarok tőled hallani, hogy jött létre ez a ház. És aki mondja, hogy így volt, hogy akkor így is, volt akkor egy... Először volt a, nem fog mondani, talán úgy volt, hogy tudod, így hozták ide egy kupac téglát, hozták, hát ez egy tudós, nem, mérnök ez egy tudós, miért nem tudós? Ő tudja a törvényeket, tudja, hogy kell létrehozni egy házat. És akkor nem fog azt mondani, hogy úgy volt, talán úgy volt, hogy hozták ide egy tégla a kupacot, utána dinamitot rakták, robbantották, várták egy pár millió évet, és akkor itt van ez az épület. Nem. Megint ez a kihagyni finom energiákat, az nem működik, hogy nem a téglából kezdődik az épület, hanem finom energia volt, ötlet, így van, embernek volt egy vizuális kép először, hogy nem, hogy építés, ne ez lett, nem. Hát volt egy vizuális képe, hogy fog kinézni a házt. Utána az tovább dolgozta, részletezte. Oké, akkor kell használta a tudást, mert kell tudni számolni, milyen falok, hogy legyenek, áthitalások, nagyon sok fizikai törvényt kell ismerni, hogy létrejön ez a ház, és akkor hova melyik anyagot kell rakni, hogy legyen vezeték, vagy sok minden. Alapot kell, mert nem, nincsen alap, akkor ez nem marad meg. Annyi sok tudás van, és először finom szinten, nem, itt még semmi jel volt, nem volt, hogy itt lesz egy ház, hanem először itt, utána jön a papír, most már számítógép,
akkor ez azt jelenti, hogy finom energiákkal, finom szinten megnyilvánult az a ház az ember elmébe, és utána ő kezdte nyilvánítani, materializálni. Először a papíron, amikor megvolt, utána elment, kért engedélyt, ugye ez azt jelenti, hogy meggyőzte valakit, hogy lehet, és utána mit csinál? Beszél. Meg akkor se jöttek rögtön a köművesek, hanem beszél. Utána ez az ötlet, energia átmegy Vaikari Vak. Ez azt jelenti a beszédbe. És akkor kezd beszélni, oké, okay, te gyere, te fogsz ásni, te ezt csinálod, te azt csinálod, te vezessél az egész építkezést, és akkor beszéd után elindult maga az építkezés. Szóval minden nem robbanással kezdődik, nem csak úgy valami történik, és akkor majd elkezdtek valamit, és kifejlődött evolúcióból ember addig, meddig befejezte a ház, már annyira okos volt, hogy már összerakta. Akkor milyen káosz lett volna ilyen épület? Hanem eleve már volt tudás róla. Ugyanúgy az univerzumról, az életről eleve már volt tudás, az csak, hogy fel kellett építeni, és kész, mert az már ott volt. Szóval ez a másik válasz. Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, mert most nagyon jó ilyen aktív irányba mentünk. Különböző indiai templomokban visszatérve a téma elején, most pontosan nem tudom megmondani a nevét annak a templomnak, lehet, hogy nem is leszek annyira népszerű, de lényeg az, hogy használta azt a példát, hogy telefon lehalkít, és akkor az adás ugyanúgy megy, hogy régebben hogyan kommunikáltak egymással az emberek, és bebizonyították a tudósok azt, hogy ezeknek a templomoknak egyébként ezek ilyen szertartásokhoz kellettek, ami a védikus szertartásokhoz kellettek, és mind a háromfajta védikus szertartáshoz kellett, nem csak az igékhez, hanem a magához a szertartáshoz, igével, a tánccal együtt, és hogy ezek különböző hangokat és ilyen ritmikus dolgokat adtak ki, amik nagyon-nagyon messzire elhatottak. Lehetett észlelni messziről ezeket a hangokat esetleg. És csak felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg, és hát a kérdés, hogy mi van, hogyha esetleg távolabbról így kommunikáltak egymással emberek. Tehát, hogy csapatott olyan zajt az a templom, aztán maga a szertartás, csapatott olyan zajt, ami esetleg így kommunikáltak egymástól távolabb lévő népcsoportot is régen, kommunikusokkal nem volt telefonban. Igen, tudod, mi most ebben korban, mi azt gondoljuk, mi nagyon civilizáltak vagyunk, mi nagyon primitívek vagyunk, mi nagyon durva emberek vagyunk. Mi azt gondoljunk, hogy ilyen durva dolgokkal kommunikálni kell. Telefon, ez egy durva gép. Ez egy durva gép. És mi azt gondoljuk, hogy én nem hallom, ha valaki valami ott beszél halkan, csak kiabáljon, akkor így működött. Nem. Hanem megint vannak törvények. És hogyha tudod fejlett és tiszta, kifinomult, akkor ő tud használni finom törvényeket, és tudnak kommunikálni egymással, mindez a telepátia, ez az annak a maradványai. Hogyha megint, amit én beszéltem elején, hogy vannak eltitkolva kísérletek, meg voltak nagyon sok kísérlet, hogy hogyan működnek ezek a törvények, ami tőlünk el vannak zárva, most ez egy ilyen kis, mikor valami kiszivárodik információ, akkor hát ez valami primitív okkultizmus volt. Nem, hanem személyek voltak, akik használták ezeket a törvényeket, a csatornákat, kommunikációmába, ami mi jogikról is hallunk, hogy tudnak levitálni. Vannak, ez mind igaz? Tudnak levitálni, tudnak szállítani tárgyakat. Mi most durva dolgok, mi most úgy szállítjuk futárral. De régen nem kellett futár. A Srila Prabhupát mondta, hogy olvasta a Krisnás könyvet. Srila Prabhupát, aki írta azt a könyveket, ő meséli, hogy neki apukájának volt egy ismerős jogi, aki ezek már most egyre durvább, egyre primitívebb, egyre kevesebb, aki erre képes, de még mondjuk 100 év ezelőtt még voltak, kicsit többen, és az a barátja apukájának a jogi, ő egy ilyen ember volt,
mondta, hogy Prabhupada, hogy hazajött, és ott volt náluk vendégségben, és akkor kérdezte, hogy mit szeretnél? Mondta, mangót. Jó, mennyi csak a szobába. És mikor Prabhupada besétált a szobába, már ott volt a mangó, ami ott a környéken nem is nő, hanem több száz kilométer, és a pár másodperc alatt a frissen letört gajjal együtt ott volt a mangó. A futár szolgálat létezett. Akkor is. Aztán, szóval ezért, és ezért nem volt probléma a szállításra, utazásra. Megint, hogyha kicsit keresünk, angolok, amikor angolok kolonizálták Indiát, ők voltak a tanúk, és megint ez el van titkolva tőlünk, mert hogyha mi megtanuljunk és megértjük, hogy vannak másféle dolgok, akkor minket nem lehet felhasználni, mint egy fogyasztó. Ezért le van titkolva, hogy legyünk durva primitívek, mert akkor minket lehet manipulálni. Ezért le van titkolva. De vannak írások, aki angol, volt egy angol Kalkutába, ez is ugye Bengália, aki maga a tanú volt, ő volt egy ilyen tiszt, és ők nagyon utálták a jógikat, mert a jógik, ilyen rasztahaj azonnal jött, meg nekik volt ilyen tehintrágyával össze volt kenve, hogy akkor ott nem voltak ilyen bolhák, meg mindenféle állatok, meg nem fürdötték, meg csúnyán néznek ki, és egyszer Kalkuta belvárosban volt egy ilyen jogi, és azt mondta, próbált elhajtani, nem figyelte. Akkor fogta, kihívta a rendőröket, és bezárták. Sétált, megint ott volt a jogi. És akkor megint kihívta, és mondta a rendőröknek, te mit csinált, mi kiengedtek? Mondtam, zárjátok be. De mi bezártam, hidd el, ő jogi. Őt nem tud zárni, ő kijön. Nem kell, babonások voltok. Elment, bezártam. Meglátta, hogy bezárták, elment, megint ott volt. Az nagyon dühös volt, azt mondta, én meg fognak büntetni, kirúgom titeket, börtönbe zárom, mi játszottok velem. Megint elvitték, bezártak a jogit, elvitte a kulcsot. És megint ott volt a jogi az utcán. És mondtak neki, ne játszoljál jogival, értsd meg, hogy ő ki tud menni bárhonnan, hogy pici, mini ilyen luk van, ő mantrákkal, ő ismeri a törvényeket, hogy lehet transportálni a testét. Csak hogyha fel fogsz dühíteni őt, megátkozik, vége lesz a te életednek, a családodnak, minden, hagyjál békén őt, mert nem kell, mert ő nem csinál rosszat az a jogi senkinek, csak ne dühíts fel. Szóval ezek tanok az angolok. Igen. Szóval léteznek más szférák, és ezért a kommunikáció, amit akkor nem kellett templomba kommunikálni, az működött. Itt van a Bhagavad Gita, hogyha megnézel, ott pont van rögtön a elején már az a példa, hogy van egy bölcs, Sanjaya, nincsen neked Gita? Sanjay, egy bölcs, egy király titkára, mondjuk így, ő rendelkezett ezzel a képességgel, hogy ő ült király mellett, és volt több száz kilométerre egy csatatér, és ő minden látott, mi történt, hallott, amit beszélnek, és arról is tudta, mit ki mit gondol, és ő tanulmácsolta. És ez egész Bhagavad Gita pont ilyen elmesélés, hogy ő meséli, hogy ő mit lát, mi történik ott. És szóval ez nagyon-nagyon jó működött, csak mi most, mondom, le vagyunk durvulva, és nem tudjunk ezt érzékelni. Igen, durva szinten csak használjuk. Akkor az emberiség nem előre fejlődik, hanem bizonyos szempontból visszafele? Egyre primitívebb? Igen, degradál. Hát igen, hát így is van leírva, hogy vannak korszakok. Ugye van a Szatya Yuga, amikor nagyon fejlete tudató emberek rendelkeznek, utána jön a Dvapara Yuga, primitívebb egy kicsit, utána jön a Treta Yuga, vagy fordított Treta Yuga, Dvapara Yuga, és most Kali Yuga korszak, ahol teljesen emberek nagyon testtudatúak, nagyon gyenge az intelligenciók, nekik ezt felfogni, hogy finom szinten léteznek a dolgok, az nagyon nehéz.
De régen ezt használták. Mi nem csak nem tudjuk használni, nekünk kell telefon, minden, hanem nekünk felfogni, hogy ilyen létezhet, mi ez nem tudjuk, hogy ez hogy van. Ez azt jelenti, hogy nagyon szűk a tudat. A régen tudat nyíltabb volt. És akkor mi, ezért nekünk ez is, hogy az is mutatja, hogyha magától létrejött véletlenül minden, ez mutatja, hogy nagyon szűk a tudatod. Mert csak így gondolkozol, hogy így lehet. És nem tudsz elképzelni, nem fér be a tudatba, amit tudaton kívül lehet valaki. Aki megteremti. Aki megírta az egész kódot. Hát nem így, hogy számítógépen megírta, hanem létrehozta. Mert ő neki nem kell úgy teremteni, mint mi gondoljuk. Mert mi, hogyha mi teremtjünk, akkor mi kézzel gyártjunk, de Isten ő tökéletes, ő neki nem kell fizikailag dolgozni. Uh-huh. Ő csak gondol egyet, és minden megtörténik. Hát ez a tökéletesség, de mi ezt nem tudjunk felfogni. Hát most beszéltünk a múltnak a nagyszerűségéről, és arról, hogy jelenkorunkban egy kicsit visszább esett a standard, de akkor mit hoz a jövő? Erről esetleg van szó a védikus irodalomban? Igen. Egyre tovább megy a degradálás. És megint bizonyíték az, hogy most azt gondolják, hogy ha technológiailag, pénzügyileg, energetikailag, hogyha jobban rendelkezik az ország több olajjal, több pénzzel, több a technológia, akkor ez a civilizáltabb. De védikus írások azt mondják, nem ez a civilizáltabb, hanem ennyire kiegyensúlytozott az ember, boldog, elégedett, harmóniába él. Az a civilizált ember, de hogyha most megnézzünk, hiába van technológiák, mindenkinek van valami baja, mindenki stressze, mindenki aggódik, egyre több ilyen van, depressziók, egyre több kiegészítő kell, egyre több ilyen tudott manipulációra van szükség embereknek. Ez azt mondhatja, hogy degradál. Szóval van degradáció, és akkor több év után, sok év után el fog tűnni olyan szó, hogy Isten. Akkor már nem fog létezni. Most még nekünk van esély, mert régen embereknek egyértelmű volt, hogy Isten teremtette. Most már két tábor van, de még van esélyünk kapni információt, hogy Isten teremtette. Sok ezer év múlva nem lesz. Csak egy elmélet fog maradni. Anyag van, nincsen Isten. Nem is lesz ilyen szó, hogy Isten, nem lesz opció, hogy volt ilyen valamikor. Ez annyira ledegradálódik, hogy teljesen materialista. És akkor, hogyha nincsen ez, ahogy mondtam elején, hogy nem mindegy, hogy milyen koncepció alapján élünk. Hogyha van Isten, akkor az azt jelenti, hogy akkor ő létrehozta a törvényeket, akkor az elveket, morális, erkölcsi elveket ő is létrehozta, mert ő a céllal teremtette a világot, és azzal a céllal, hogy élőlény követve elveket gyakoroljon, morális, erkölcsi elveket és másféle dolgokat, emeljen a tudatot, hogy önmegvalósításhoz jusson. Na most, hogyha amikor ez eltűnik már emberség könyvtárokban mindenhonnan Isten szó, megszűnik fejlődési lehetőség elv. És ezért ember jobban önpusztító életet fog élni. Most is azok az emberek, akik egyszer élők, aki materialista koncepciót követnek, pusztítják a bolygót. Igen? És most még mindig van ellensúly egy kicsit, amikor van lehetőség megtudni, hogy mi az igazság, mi a valóság. De mikor az nem lesz, akkor annyira pusztító életet fog élni ember, hogy már most is rövidül az élet, de akkor 30 éves, az már ősatya lesz. Az lesz nagyon öreg ember, 30 éves. Allé fognak élni odáig. Az már mindenki tisztelni, nyugdíjas, veterán, mindenki fog tisztelni ezeket az embereket, aki 30 évesek.
Miért? Mert te nem követsz a boldog élet törvényeket, mert nem is nem tudsz róla semmit, akkor az összes, te törvényellet csinálod, akkor te ellentétes csinálsz, ahogy működik a testet, a pszichikát, és akkor ettől pusztítasz magadat. Ez lesz az emberiséggel. De hogyha még a Bibliát is megnézünk, ott írták az elején, hogy Ádám meg a többiek 900 évig éltek, minden. Igen, annyit éltek, mert amikor ember ismeri a Istennek a törvényét, az elveket, követi ezeket, akkor nem öregszik a test annyira. Nem pusztul el, akkor egészségesen él. A pszichika egészséges lesz, mert harmónia lesz, vagy lesz szeretet, minden. Akkor igen. Hogyha nem ismerünk, azt gondoljuk, hogy úgy csinálják, hogy mi gondoljunk, akkor lehet alkoholt, lehet kábítószer, lehet. Ez nem egyezik a harmónia törvényekkel, és hogyha felborul a harmónia, akkor kopik a testem, öregszek jobban, kopik az intelligenciám, akkor traumákat kapok, kopik érzelmek, és akkor rövidítül az életem. És akkor nincs boldogság. Ez a következménye a véletlen, semmiből létrejövő életnek. Uh-huh. Nincs jövő. Van jövő, csak ilyen sötét volt. Jó, most már horrorban vagyunk, de és akkor ez megy a végtelenség, le. Nem, ez 432 ezer évig tart. 5000 éve már eltelt, hát így plusz 150 vagy 120 valamennyi évvel együtt. Van 427 ezer. Nem, igen, plusz pár száz, vagy mínusz pár száz évvel, igen, de körülbelül minden korszaknak. Igen, és utána, amikor már teljesen zsákba kerül az ember a végén, akkor lesz restart, újraindítás. Ahogy mint akar a gép, mikor már annyi sok hibát adja ki, akkor mi újra rakjunk a rendszert. Törlünk mindent, csináljunk egy ilyen kis hard resetet, és újra is találjunk. Szóval univerzum is ez történik, amikor már teljesen zsákutcába kerül az egész emberiség, akkor pusztulás. Hát az árvíz, vízözöm, ez, ami a Bibliában van, ez megvan erősítve minden szentírásban, védikus írásunkban is van. Amikor már nagyon bonyolult életet él az ember, primitív ilyen lesz, akkor újraindul, ez nem jelent, hogy elpusztul mindenki, de nem pusztul el, csak a testük, hogy új lappal kezdjön megint egy tisztább lappal életet. Ezért újra lesz indítva. És akkor ez a ciklikus. És akkor ez, mert teremtés, pusztulás, azt már az ennyi sokszor volt, az végtelenségig történik. Van részleges pusztulás, van teljes pusztulás, többféle dolgok vannak. És az egésznek a célja, hogy amikor lélek így megy, itt vándorol közbe és emberi testbe körül, akkor ott kaphasson, ezt juthasson el tudáshoz, amit most beszéljünk, és hogy tudjon fejlődni, fel tudjon ébreszteni saját szeretetet Isten iránt, és visszaállni a saját eredeti helyzetben, mert ebben a világban nincsen senki saját helyzetben, eredeti helyzetben, ezért vándorol. Brahmanda Brahmite Bhagavan Jeev, ugye Kona Bhagavan Jeev, szóval itt csak vándorolnak egyik testből a másikba. De mikor emberi testbe kerül, ez azt jelenti, hogy kapta lehetőséget most megállítani ezt az egész szenvedési utakat, halál, születés, öregedés, betegség, ez mindig lesz. És akkor megy ez a körforgás, pusztulás, teremtés, és amikor valaki már gondolja, fú, én nem akarok így csinálni, van-e valami kiút, na, akkor kap lehetőséget, és akkor ki tud lépni ebből a szamszkárból, szamszárából, nem szamszkár, szamszára. Ezért szóval így működik. Köszönöm szépen. Ez még akár ilyen véggondolatnak is jó, de hogyha valakinek volna még valamilyen kérdés, mert nagyon sok jó hozzáfűzés és kérdés volt szerintem a nagyon jó igazi gondolkodó csapat. Ez, hát szeretjünk ilyen jó kis ellenvetéseket, mert akkor izgalmas volt. Igen. Amikor
Az is jó, mikor egyetértenek, de amikor valaki jó ilyen véleményeket és elemetéseket hoz, az jó. Igen. Igen? Igen, volna egy kérdésem, ugye emlegetni ezt a tudást, és ugye számunkra, támotokra is, ez a tudás, ez Istentől van, és örökké való. Van az a tudás, ami tapasztalás útján jön létre, ami nem tudom én, meg aztán van a tudás, amikor elméletek, cáfolják, igazolják, stb. És az úgy épül fel. Hogy volt-e valaha erre a mire van írva például a Bhagavad Gita-ban is, erre a tudásra bizonyítás, vagy ilyen ráépülő megtapasztalás? Milyen tudásra? A felszálló tudásra? Vagy? Hát amennyire én értem a kérdést, ugye az, hogy tehát, hogy a tudást többféle úton lehet szerezni. Egyrészt elfogadhatom, amit egy szentírás ír, hogy ez így van és működik. Uh-huh. Aztán van egy olyan módszer, amikor én próbálgatom, hogy ha így sem ez lesz, úgy sem az lesz, és így is rájöhetek valamire. Vagy és a ház felépült, hogy igen. Volt már ez, mert összedőlt éppen elég, és tanultunk benne. És a kérdés az igazából, hogy van-e olyan személy, aki megvalósította a Bhagavad Gita-nak a tudását? Persze. Mert ugye olvastam én, hogy is így nálatok a Bodhicattát, aki elérte a nirvánát, de visszatér, hogy tanítson. Tehát elérte a tudatnak azt a szintjét, hogy már az anyagi szenvedésen túl legyen, de visszajöhetett, hogy tanítson. Például. Uh-huh. És több ilyen is volt a világtörténelemben, és én őre mondtam, hogy a isteni részecske ott zakatol bennük, és ilyen rebel mindegyik, de tanulunk tőlük. Igen, hát ahogy Isten, ő adjon nekünk lehetőséget, nem csak az írásokban, hanem küldi olyan személyeket, hogy lássunk példát saját életében. Jézus. Hát a... Isten volt, vagy személy volt, vagy semmi megnyilvánulás volt, vagy... Hát Krishna, ő Isten. Ez a neve, hogy Krishna, van több neve Istennek, ő Isten volt. De mondjuk, mint a Jézus, aki Isten fia, ő egy jó példa, mint a Mohamedán, amikor jönnek proféták, a Isten azokat megkéri, hogy gyertek, menjitek le, mert én Isten vagyok, hogy jövök, ez egy más dolog. De mikor egy lélek jön, aki felszabadult, aki ezen a lelki szinten van, ez egy komoly, sokkal közelebb áll hozzánk, aki tudja minket tanítani és mutatni a dolgokat. Igen, és akkor Jézus, a Srila Prabhupát rendszeresen küldi ilyeneket, hogy mi lássunk, nem csak könyvekből, és gondoljunk, jó, szép, de szerintem jó kis mitológia, de mikor én látom saját szememmel, akkor sokkal komolyabban élményt kapok, hogy ez tényleg valóság. Igen. Szóval így. Aztán megint az a felszálló tudás, ez lehet, hogy a logika, vagy lehet, hogy feltételezés, van többféle, van ilyen 10 módszer tudás szerzésről, és általában kettőre oszlanak. Van az egyik kategória, az egyik kategória tudás szerzésnek ez a felszálló, a másik ugye, hogy sabda, alászálló. És alászálló tudás az fejlettebb, mint felszálló. Mert nem kell időt pacsikolni, pénz, és így tovább, és a másik, hogy mivel ember 4 hiánysággal rendelkezik, illúzióban van, érzékek tökéletlenek, hibára hajlamos, vagy hibázik, csalásra hajlamos, sose fog rájönni, hogy működnek a dolgok. Nincsen esély egy embernek, de hogy ő kapja alaszálló tudást Istentől, az könyv, vagy egy tanítótól, ez a sabda, a hang keresztül, akkor az tökéletes. Egy példát mondom, már csak a házok, hogyha már beszéltünk építkezésről, hogy most sokkal primitívebb tudás van a házakról. Például
nagyon egészségtelen, több mint 4 emeletes házak. Nem mindegy, hogy hova, hol legyen a bejárat. Nem mindegy, hol van az ablak. Nem mindegy, hol van, hogy legyen vizes blokk. Milyen forma a háznak. Milyen forma az épületnek. Ez semmi nem mindegy. És most akár milyen architektúra, hogy mondjuk magyarul vannak épületek, a praktikuság minimum. Mert nem jöttek rá. Mert nem lehet rájönni. Mert ezeket a finom energiákat, hogy működik egy tér energetika, az ember nem tud felszálló tudásra rájönni sose. De ez erre van könyv, vasztó. És mondja, hogy kell aludni, hogyha éjszaka fejjel alszol, mindig problémát lesz. Nem lesz, nem szabad aludni éjszaka, megmagyarázom miért. Hogy hol nem szabad ablak, hogyha van neked rossz helyen, a nehéz butor nem jó helyen van, mindig probléma lesz az életedbe. Szóval sok, sok minden van. Ez az egyik. A másik, már annyira már kutatnak a test, hogyan működik, eléggé jó, agyban más, nagyon sok jó kutatás, szív, nagyon-nagyon. De mi mindig nagyon messze vannak attól, hogy működik a test. Nagyon messze. Mert ki elolvasta az Ajurvédát, az tudja, hogy nagyon gyerekcipőbe jár a mostani testkutatási tudomány a valóságtól. De aki elolvassa, az agy dolgok, a szív dolgok, az le vannak írva, ami mindig, már le voltak írva sok ezer év ezelőtt, hogy működik. A pi számok le voltak írva, a század másodpercek is le vannak írva. Ez azt jelenti, hogy emberek sok ezer év ezelőtt használtak olyan számokat, mint most csak gépekkel talán tudjuk mérni, hogy százat vagy ezret másodpercnek. Ezért sokkal biztonságosabb nem felszálló feltételezni talán így, talán úgy, hanem hogy működik az alaszálló elfogadni a sabdát, a hangot, hogy igen, ez így működik, ez ilyen, a test olyan, a ház ez ilyen, a pszichika olyan. Most próbálnak kitalálni, mindig változik, hogy kell nevelni gyereket. Most valamikor nekem mondta, mesélte tegnap egy hölgy, hogy most valaki mondta, hát most nem úgy kell már viselni, most már más a divat, hogy kell nevelni gyereket. De ez butaság, hanem a védek leírják, hogy a gyerek nevelés, ez nem olyan, én kitalálom, hogy mi a divat, hanem van a tudat fejlődése. És ahogy hogyan fejlődik 5 éves korban milyen tudat, 5 év fölött, 15 éves korig, és hogyha ezt tudom, akkor is megmondja, mivel ilyen tudattal rendelkezik a gyerek, akkor ezért így kell nevelni. Utána van változás a tudatban, mert nyílik, nő az ego, minden nyílik, akkor meg kell változtatni a nevelést. Szóval nem a valamilyen divatot kell követni, hanem öröki dolgot, hogy hogy kibontakozik a pszichika a gyereknek, és ezek a fázisok szerint kell nevelni. Ez nem jönnek rá, nem lehet rájönni. Érted? Szóval ezek a valamire rá lehet jönni, de teljes kép és pontos kép ezt sose fog kapni egy ember. Ezért biztonságosabb a sabda, alaszálló tudás. Jó? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.